Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy villámhír szeptember 16-ára. Ezen a napon szeretnél valamit valakivel tisztázni, de nem könnyű, hiszen minden olyan átláthatatlan. Azt is jelentheti, hogy te szeretnél valamit a nyilvánosságra hozni, de mások ezt nem veszik észre, tehát nem tudod ezt kimutatni. Minden olyan átláthatatlan. Ez olyan a mai napon az eseményeknél, minthogyha egy fátyol beborítaná ezt. Valami nem látható. Nem lehet bizonyos dolgokat tisztázni. Az is lehet, hogy neked vannak titkaid. De légy óvatos, mert ha elmondod másoknak, el fognak árulni téged. És akkor ez csalódásokhoz vezethet. Sőt, most az is lehet, hogy valaki közeledik hozzád, és úgy mesélget neked, kápráztat téged, de ez nem az igazság. Láss át ezen a fátyolon, lásd meg a valóságot, és én úgy gondolom, te ezt érezni is fogod, tehát bízz a saját belső hangodban. Az is lehet, hogy a politikusok kápráztatnak most bennünket, és lesznek bizonyos tárgyalások zárt ajtók mögött, ahova nem szabad, hogy bepillantsunk. Amennyiben egy művész vagy egy művésznő vagy, és van itt egy alkotás, akkor szerencséd lesz, hiszen ezen a területen megkapod az elismerést. És ez a valóság. Akkor az igazságról van szó. Senki nem kápráztat téged. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!